február 27-én soros ülését tartotta a képviselőtestület Törökszent Miklóson, ahol az egyik legfontosabb döntés az a 2020-as költségvetés elfogadása volt. Én azt gondolom, hogy ez az alapja annak, hogy működjön a város ebben az évben is úgy, ahogy annak kell. Mit lehet elmondani az idei költségvetésről? Igen, tegnap tartottuk a már a február havi rendes képviselőtestületülésünket. Gyakorlatilag elfogadta a képviselőtestület a 2020-as költségvetését. Azt lehet tudni, hogy 5,1 milliárd forintos bevételi, illetve kiadási oldalra rendelkezik a költségvetésünk. Ebből 38% felhalmozási, 61% működési kiadás, 1% finanszírozási kiadás. Tulajdonképpen a bevételeink jelentős részét az államháztartásból kapjuk kötelező feladatellátásra. Ezt egészítjük ki a pályázatainkra elnyert támogatásokkal, illetve a saját bevételeinkkel, amik jellemzően adóbevételek, mellette az önkormányzati szolgáltatások rendből bejövő bevételek, ebben elsődlegesen az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származik jelentősebb bevételünk. Itt tulajdonképpen a tavalyi évekkel tudunk számolni az adóbevételeinket. Tavalyi évben 52 millió forinttal túl teljesítettük, ez iparűzési adóból származott ez a többletbevétel. Így a tavalyi éves bevétel, teljes bevétellel számoltunk idén, ugyanis még folyamatban vannak azok az uniós fejlesztések, amik okán itt lévő vállalkozások, itt kivitelező vállalkozások még adófizetési kötelezettséggel rendelkeznek. Hogyha az intézményeink oldaláról tekintjük, akkor az intézményi kiadások azok 2,2 milliárdot tesznek ki, tehát ez is mutatja, hogy az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások a költségvetés jelentős hányadát teszik ki. Tulajdonképpen az intézményeink a kötelező normatíva mellett az önkormányzati bevételekből is egy jelentős tételt igényeltek ebben az évben is, ez 638 millió forint, tavalyi évben ez 550 millió forint volt, tehát látszódik, hogy évről évre, tavaly is ugyanígy el lehetett mondani, hogy a korábbi évhez képest többletigényük volt az intézményeinknek, így ebben az évben is. A többletigényt jellemzően a bérek kifizetése jelenti, hiszen évről évre a garantált bérminimum emelkedik, és ezeknek a kigazdálkodása az önkormányzat bevételeiből kell, hogy megtörténjen, hiszen az állami normatíva az nem emelkedik ennek megfelelően, ahogyan a működés azt igényelné. Igazából még annyit kell elmondani, hogy folyamatban vannak még azok az Európai Uniós pályázatok megvalósítása, amiket korábban, tavaly évben elkezdtünk, vagy még azt megelőzően, jellemzően a kehopos szennyvízcsatorna beruházás, a vegytektelephely fejlesztése, de tavaly ősszel hazai pályázatokat is nyertünk, egy konyhafelújítást a Bölcsöde konyhára, illetve egy útfelújítást a Hásfás utcára. Ez a kettő együtt 65 millió forintot tesz ki, tehát egy jelentős fejlesztés fog ezekből megvalósulni. A pályázatainkhoz, a vegytektelephely bővítéséhez még további önkormányzati pénzeket kellett ugyancsak beterveznünk, illetve vállalnunk. Azt arról néhány napja adtam hírt, hogy a helyi kulturális terek megújítása pályázatunkon belül a kulcsprojektünk, a Kossuth 95 felújítása, az tulajdonképpen támogatási okirat megszületett. Ezt azt lehet mondani, hogy nyertes pályázatról van szó. Az államkincstárnál már megnyitásra került az az alszámla, amire a pénzt, a pályázati forrást folyósítani fogja a kormányzat. Ez azt jelenti, hogy egyébként már ezzel majd a tegnap elfogadott költségvetésünket már módosítani kell, hiszen ezzel a pénzzel, ezzel a projekttel még eddig nem számoltunk, bár tudtuk, hogy valószínű, hogy nyertes pályázat lesz. További pályázataink vannak beadva, a Bölcsöde pályázat. Itt annyit tudunk, hogy hamarosan minisztériumi döntés fog születni a pályázatról.
szociális felújítási, szociális ingatlanok, szociális épületek felújítására van bent egy pályázatunk, illetve a Alatkai út, illetve a Valai út mellett található iskolakonyha felújítására egy energetikai pályázatunk van még szintén benyújtva, illetve a vegytek telephelyre egy ráemelési kérelmünk. Bízom abban, hogy ezek a pályázatok is zömében nyertes pályázatok lesznek, és akkor tulajdonképpen ehhez az évhez így tudunk hozzáállni. Vannak még kisebb-nagyobb fejlesztési elképzelések, amik a költségvetésben szerepelnek. A rekordtámpálya a Vásárhelyi Pál út mentén, a templom alatt, mely jellemzően TAO forrásból fog megvalósulni, de önkormányzati igényt is jelent, illetve az ősz folyamán bebizonyosodott, hogy az Egyminél a kazánt fel kell újítani. Itt egy jelentős összeggel terveztünk, valamint a termálrendszerben keletkezett problémák kiküszöbölésére, illetve a rendszer teljes felújítására, illetve szeretnénk mindenféleképpen, hogy ez a termálrendszer egy fejlődő, nem csak a jelenlegi ingatlanokat ellátó rendszer legyen, hanem más ingatlanokat is el tudjunk belőle látni, és készülünk majd ennek a bővítésére mindenféleképpen. Ebben az évben egy tanulmányt fogunk elkészíteni. Elég sok beruházásról és fejlesztésről beszélt polgármester úr, amelyeknek egy része az építőiparhoz mindenképp kapcsolódik. Ilyenkor költségvetéskor az építőiparban történő elég gyors árváltozásokra van-e puffer, illetve ehhez kapcsolódóan azok a pályázatok, amik még nem dőltek el, azoknak az önerejére van-e puffer a költségvetésben? Jellemzően azok a pályázatok, amik nem dőltek el, a TOP-ban lettek benyújtva a Terület és Település Fejlesztési Operatív Programban. Itt nem kellett önerővel számolni, bár a korábbi évek mind azt mutatták, hogy ki kellett egészíteni saját forrásból. Tehát ezekben nem számoltunk önerővel, illetve van a költségvetésnek egy tartalék kerete, ami ebben az évben a felhalmozási oldalon 20 millió forintot jelent. Hát meglátjuk, hogy okoz-e majd az év folyamán gondot. Én bízom abban, hogy egyébként nem, hiszen azok a beruházások, amik folyamatban vannak, ott le vagyunk szerződve, ott hiába fognak már az árak változni, ott nem tud a kivitelező már újabb áremelést benyújtani. A majd ezután eldőlő pályázatok esetében pedig meglátjuk, hogy majd a közbeszerzés, hogyha nyertes pályázatról beszélünk, akkor a közbeszerzés milyen kivitelezési értéket fog mutatni. Költségvetéshez kapcsolódva van egy keretösszeg, amit az önkormányzat évről évre a civil szervezetek és a sportegyesületek működésének támogatására szokott fordítani. Idén sincs ez máshogy. Ez ugye mindig úgy működik, hogy először elszámolnak az előző évvel a megnevezett egyesületek, civil szervezetek, és a következő évre azok adják be az igényüket, akiknek van valami elképzelésük mondjuk az idén a 2020-as tevékenységükre, vagy akár még táborokra, és ebben az idén hogy alakult a költségvetési része ennek a tematikának? A tavalyi évhez hasonló számadatokkal tervezett az önkormányzat, tehát a sportegyesületek támogatására egy 23 millió forintos keretösszeget határoztunk meg, a civil szervezetek támogatására 4 millió forint keretösszeget, illetve van egy 400 000 forintos önerőbiztosítás, hogyha valamely civil szervezet valamilyen hazai pályázaton, vagy akár nemzetközi pályázaton szeretne elindulni, és nincs hozzá megfelelő önereje, akkor ezt az önkormányzat tudja ebből a keretösszegből biztosítani. Emellett a nyári táborokra 2 millió forintot, a nyári sporttáborokra 600 000 forintot különítettünk el, és igen, a tegnapi testületi ülésen a 2019-es sport egyesületi elszámolásokat elfogadta a képviselőtestület, ugyancsak a civil szervezetek beszámolóját, illetve az erdei táborok, sporttáborok, iskolai táborokról is szintén megtörtént a beszámolók elfogadása, és az idei pályázatok kiírása minden esetben. Született arról összesítés, hogy összességében ezek az egyesületek, civil szervezetek hány embert érnek el Törökszent Miklóson? Gyakorlatilag a beszámoló adatai nyilván tartalmazzák ezeket összesítve, én nem számoltam meg, hogy hány embert érnek el. De azt gondolom egyébként, hogy ezres nagyságrendű az a létszám, akit megmozgatnak akár a sportegyesületek, akár a civil szervezetek és a táborozások. És egyébként
Nagyon-nagyon sok lehetőséget biztosítanak ezek a sporttáborok vagy iskolai táborok, amikkel a törökszentmiklósi gyerekek itt helyben vagy valahol a környéken el tudnak majd a nyár folyamán táborozni. És egyébként a civil szervezeteknek az a sokszínűsége, gazdagsága, ami a saját maguk által szervezett évről évre újra ismételten megrendezésre kerülő kulturális események sorozatában megmutatkozik, az is azt mutatja, hogy gazdag a civil élet Törökszentmiklóson, és ha egy-egy eseményt megnézünk, gondolok mondjuk egy Óbalai falunapra, vagy egy Vécsei emléknapra, vagy a évről évre most már megismétlődő Árszakra fesztiválra, vagy a Pünkösdi Vigadalomra, adott esetben az Ezer Jó Fesztivál, Folklor Fesztiválra, és most nyilván teljesség igénye nélkül soroltam föl néhány nagyobb rendezvényt, itt azért több ezres törökszentmiklósi vagy környékbeli lakos szokott megfordulni, és véleményem szerint érzi jól magát évről évre. Ez az év ebből a szempontból azért is különleges, hiszen az emlékévről van szó, amely talán egy picit nagyobb érdeklődést fog majd a lakosság részéről is kiváltani, akár a civil szervezetek rendezvényein, akár a városi rendezvényeken. Ehhez kapcsolódóan a tegnapi testület ülésen egy emlékmű állításáról is szó esett, egy elég hosszas vitában fejtette ki mindenki a nézetét ezzel kapcsolatban. Végül is milyen döntés született, illetve milyen elvi döntés született tegnap? Igen, a képviselőtestület által 2018-ban létrehozott emlékbizottság, településfejlesztési albizottsága javaslatot tett még a tavalyi évben több pontban Törökszentmiklóst érintő fejlesztésekre, és az emlékbizottság ebből a 27 pontból álló fejlesztési csomagból kettőt az emlékkép program sorozatába be is emelt, ez pedig egy második Almási János emlékmű állítása a Városháza udvarán, illetve a Városháza udvarának a zöldfelületi és egyéb burkolati városi közterületi rendezése. Erről egyébként az emlékkép sorozatának a döntésekor tavaly szeptemberben a képviselőtestület döntést hozott. Most a költségvetésben terveztünk is mind az udvar felújítással, mind pedig az emlékmű állításával kapcsolatban egy minimális összeggel, illetve a tegnapi képviselőtestületi ülésen volt egy erőterjesztés, ami külön az emlékmű állítással foglalkozott. Alapvetően egy elvi vita alakult ki, ami elsődlegesen magának az emlékműnek a tematikájáról szólt, hiszen a Kossuth téren van már egy Almási Jánost ábrázoló mellszobor, és a képviselőtestület egy része kifogásolta, egyébként az Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen is a maga a bizottság is ez alapján kifogásolta, hogy miért legyen kettő almási emlékmű a városban, de alapvetően végül is egy módosító indítvánnyal a képviselőtestület zöld utat adott ennek az emlékműnek, mégpedig azzal, hogy nem neveztük meg a második Almási János emlékművet, hanem egy újratelepítési emlékmű létesítése mellett döntött a képviselőtestület, és most tulajdonképpen egy tervpályázatot írt ki ezzel a tegnapi döntésével, és egy hétfőből álló szoborállító bizottságot is létrehozott, ami alapvetően független a képviselőtestülettől, tehát önkormányzati képviselők ebben a bizottságban nem vesznek részt. Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a pályázatot kiírja, és elsődlegesen szobrászok számára legyen a pályázat kiírva, valamint majd amikor a pályaművek beérkeznek, akkor egy javaslatot tegyen le a pályaművek elbírálása alapján a képviselőtestületnek, és a végső döntést a képviselőtestület fogja majd meghozni június 30-ai határidővel. Ami azt jelenti, hogy 2021-ben fog véglegesülni az emlékmű. Így van, 2021 Szent Miklós napok rendezvény sorozatában van megtervezve egyébként az Almási Világtalálkozó, és éppen ezért gondoltuk, és javasolta eddig minden, akár az Emlékbizottság, akár a képviselőtestület, hogy ez alkalomból kerüljön mind az udvar rendezésre, illetve az a része, ami addig el tud készülni a rendelkezésre álló forrásokból, valamint az emlékmű.